Tizedik nap. Üdvözlök mindenkit újra Oxbowban. Elértük a tizedik napot, és hóba borított mindent az időjárás, ugyanis tél lett, beléptünk a téli évszakba, és kicsit félek, hogy ez a ruházat, amit összeszedtünk magunknak az előző évszakban, az elegendő lesz ahhoz, hogy ne fázzak. Lehet, hogy jó ötlet lenne még szerezni magamnak fáklyát, mivel ha elkezdek fázni, akkor csak előveszem a fáklyát, és akkor így el vagyok. Szóval szerezzünk nádat, és kraftoljunk még egy pár fáklyát, hogy legyen nálam biztos, ami biztos. Hogyha elkezd fázni a karakterem, akkor előveszem a fáklyát, és akkor azzal úgy rendben vagyunk, úgy gondolom. Úgyhogy nézzük meg, mennyi kell hozzá egyáltalán. 9 darab kell egy fáklya elkészítéséhez. Akkor egy 18-at, hogyha magamnál tartok, akkor így szerintem rendben leszünk. És ha megnyomom a nullát, akkor előveszem a fáklyamat egyből, és akkor az így melegít. Jó, és akkor a terv erre az évszakra az a toborzás lenne, viszont még nem állunk készen a falulakóknak a betoborzására, mert nincsenek meg a megfelelő mennyiségű épületeink hozzá. Úgyhogy nézzünk be ide gyors az élelmiszer raktárba, hogy hogy állnak a kajáink. Ugye van még nálunk káposzta, amikből főzeléket tudunk csinálni, és ezt jó pénzért el tudjuk adni. Közben az én inventoriumban lévő élelmiszer az sajnos megromlott, úgyhogy ezt ebből komposzt lett belőle. Komposztból tudunk trágyát csinálni, úgyhogy ezt lerakom ide a pajtába. Csinálni fogunk belőle majd trágyát, és akkor azt földművelésre fel tudjuk használni. Na, és akkor nézzünk szét, hogy hol hagytuk abba az építkezést. Ugye igazából nagyjából megvan minden, ami kell. A alaptermelői épületek, menjünk be gyorsan a managementhez, azon belül az épületeinkhez, és akkor nézzük át, hogy mi az, ami kelleni fog nekünk. Szükségünk lesz 7-es darab egyszerű házra. Ezeket kőből fogom elkészíteni, hogy minél kevesebb tűzifát használjanak fel a falulakók. Ezek folyamatban vannak még. Ezt követően indulunk ki az alapoktól, és hogy értsen mindenki, hogy milyen logika mentén akarok építkezni. A város főterén elhelyezkedik egy kút. A kút az a vízellátásért fog felelni a faluban. Ahhoz, hogy az itt dolgozó munkás tudjon vizet felhúzni a kútból, ahhoz favödőrre van szüksége. A favödőr elkészítéséért a műhelyben dolgozó ember lesz a felelős, tehát ő elkészíti majd a favödröket, és akkor így a vízkérdés az megvan oldva. Úgy emlékszem, a műhelyben dolgozó emberkének nem kell semmilyen eszköz ahhoz, hogy dolgozzon, úgyhogy ő ott nyugodtan el tudja készíteni majd a vödröket, illetve ha bemegyünk ide az árutermeléshez, akkor majd rá tudunk bízni fatál, illetve fatányér kraftolást is, és akkor az pedig a kaja gyártáshoz fog majd kelleni. Jó, tehát vízünk van, tűzifánk van, szállásunk van, ami következő dolog, ami kelleni fog, az az étel. Az étel az a következő féleképpen fog beszerzésre kerülni. A vadászkunyhóba fog dolgozni a vadászunk. A vadásznak kőkésre van szüksége, hogy a levadászott vadakat feldolgozzák, a kőkést a kovács fogja elkészíteni. A megszerzett húst pedig a konyhába fogja megsütni majd a kuktánk, és van még egy dolog, a kovács műhelyben dolgozó emberkének kelleni fog majd kalapács, hogy dolgozzon. Ezt szintén a kovács magának fogja kitermelni, viszont a kőkéshez szükségünk lesz még kőre, úgyhogy készítünk majd egy vájárfészert, és a vájárfészerből a kőkitermelés fog majd végbe menni, és akkor így egy körforgás létrejön a faluba, és mindenkinek lesz valami dolga, és az összes betermelt anyagot, illetve kaját, azt pedig dobják befele majd a raktárba a falulakók. A szabóházat azt egyenlőre üresen fogjuk hagyni, de ez a terv. Úgyhogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 munkaállomás, 7 ház, minden házba betoborzunk majd egy nőt, egy férfit, és akkor majd így ők elkezdenek gyermekeket nemzeni, és ezáltal bővítjük majd a falunkat a későbbiekben, illetve ezzel fogjuk megalapozni azt, hogy farmot is létre hozzunk, az lesz majd a következő lépés. Első lépésben egy sima alap önállátó kezdőfalut fogunk elkészíteni, és az itt lévő házakat be akarom fejezni, úgyhogy kezdjünk el köveket gyűjteni, mert rengeteg kőre lesz szükségem, hogy ezt befejezzük. Sőt, ha már kőre van szükségünk, akkor menjünk be a bányába, és akkor bányászunk magunknak ont, illetve részt, és közben bányászunk, fogunk követ szerezni magunknak. Úgyhogy vegyük magunkhoz a bronz csákányt, az össze fog törni, és nézzük meg, hogy el tudunk-e készíteni
kőcsákányt. Elméletileg nem kellene, hogy probléma legyen. Szerintem a munkaasztalnál el tudjuk készíteni a kőcsákányt is. Farönkre van még szükségünk hozzá, akkor szerzünk farönköt mindjárt. És csákány segítségével elkezdünk bányászni. És a bányában megszerzett ércekből csinálunk még jobb szerszámokat magunknak, illetve ott rengeteg kőre szert fogunk tenni, azokat pedig beépítjük majd a faluba. És akkor a mai nap az körülbelül szerintem ezzel el is fog telni, a következő nap, vagy pedig a mai napnak a hajnala, az pedig azzal fog telni, hogy minél több főzeléket el kell, hogy készítsünk. Ez itt a farkasok nagyon üvöltnek. Mivel szükségünk lesz ezüstre, mert a le fog telni az első év a játékban, és minden tavasszal adót kell, hogy befizessünk. Szóval össze kell arra is gyűjteni megfelelő számú ezüstöt. Ehhez fog kelleni a főzeléknek az elkészítése, és egyébként a ruha az szerencsére úgy néz ki, hogy talán elegendő lesz. Hajnalban biztos, hogy nem lesz elég. Hajnali órákban szerintem kelleni fog fákja, hogyha dolgozni akarok hajnalban is. Majd meglátjuk, hogy a hőmérséklettel hogy fogunk állni. Van nálam rönk, kraftoljunk le kőcsákányokat, egy 2 darabot mondjuk kezdésnek. Többi nyersanyagot berakom ide a ládába. Úgyis fordulni kell a súly miatt, nem fogunk tudni egyszerre visszahozni mindent szerintem, hogyha ne talán eltörne a csákányunk munka közben. Jó, minden szerszámot beraktam ide a kovács műhelynél a ládába, egyedül a csákányok maradtak nálam, és akkor menjünk el a bányához, nézzük meg, hogy miből élünk. Közben majd valami kaját is kéne magamhoz venni, mert meg fogok éhezni. A nálam lévő kaják sajnos megromlottak, de majd szerzünk valami új dolgot. És ahogy nézem, évszakváltásnál újra termelődnek itt az ércek, úgyhogy ha van időtök, akkor érdemes talán minden évszakban ellátogatni a bányához. Mert itt úgy emlékszem, hogy a bejáratnál kibányáztam a lelőhelyeket, és újra van itt ón, illetve réz is, úgyhogy ezeket szépen elkezdjük bányázgatni. És 2 lejet ütünk egy csapásra, mert szerszámunk is lesz, és építőkövünk is, hogy kezdjünk el bányászni. Eltört a csákányunk, nézzük meg, hogy mennyi ércet sikerült összeszedni, illetve mennyi követ. Első körön szerintem nem fogom tudni elvinni az összes dolgot. A bejáratnál kidobtam azokat a dolgokat, amiket már kibányáztam, mindjárt megnézzük, hogy állunk. Itt vagyunk. Ó, felvettem a követ, és meg sem tudok mozdulni. Jó, vigyük el a nálunk lévő dolgokat, és akkor így fordulok egy párat, a kovács műhelynél kidobálom a dolgokat, és akkor onnan rendezzük majd a kraftolást, illetve az építkezést. Úgyhogy fordulok 3-szor, nem menjetek sehová, kovács műhelynél találkozunk. Megjártam a 3 kört, nézzük összesítve, hogy mit sikerült akkor szerezni, dobjuk le ide a követ. Van 3-szor átlagolva körülbelül ilyen 50 stacknyi kövem, és mindjárt felveszem ide az érceket magamhoz. Összesen sikerült 50 rézércet, 47 ónércet szerezni. Nézzük, a ládában van-e még ónérc, van még egy darab, és a kohóba gyors ezeket leolvasztam, hogy ne kelljen annyira cipekedni, mivel 2 ércet össze tudunk olvasztani egy rúddá, így helyet fogunk spórolni, illetve a képességi pontunkat is nyomjuk feljebb, úgyhogy ezeket gyorsan megcsináljuk, illetve lehet, hogy ötvözzük a 2-t, hogy bronzunk is legyen. Sajnos bronz recepteket még nem fogunk tudni elkészíteni, a kovács műhely 2 kellene hozzá. Hogyha az meg lenne, akkor tudnánk fejlettebb bronzból készült tárgyakat, felszereléseket kraftolni magunknak. És részből nem lehet készíteni csákányt sem sajnos, és a kőcsákány pedig eléggé gagyi, úgyhogy kovács műhely 2-t remélhetőleg kinyitjuk majd, és akkor megszűnik ez a probléma. Minden esetre most olvasszuk le az érceket. Kész vannak a bronz rudak, 24 darab bronz rúdunk lett a végére, és pakoljunk ki a kovács műhely ládájából, és folytassuk az építkezést. Kelleni fognak a farönkök, szalmák, semmi értelmetlen dolog nem maradjon itt, és akkor a földön lévő köveket pedig megpróbáljuk bekalapálni a házakba. Reméljük a kalapácsunk ki fogja bírni, már eléggé viseletes lett szegény. És így pont nem tudok megmozdulni. Nézzük, 104 kilónyi cucca rajtam, elkezdünk kalapálni. Úgyhogy gyors beütjük ezeket a köveket, szerintem nem lesz elég még első körön ennyi kő, illetve még fát is kell, hogy vágjunk majd, de sokat fogunk javítani ezzel a kőmennyiséggel a munkálatokon. Ez a 150 kő, ez 2 házra volt elegendő körülbelül, úgyhogy folytatjuk a
hőgyűjtés, utána pedig még fogunk fát vágni. Remélhetőleg az éjszaka folyamán be tudjuk fejezni ezeket a házakat, illetve még talán a wirefacert fel tudjuk csapni, úgyhogy kőgyűjtésre fel, és folytatjuk a termelést, illetve az építkezést. Ebben a tempóban haladunk, akkor nem vagyok benne biztos, hogy be tudjuk toborozni a falu lakókat az első évbe. Lehet, hogy a tavaszra fog maradni majd ez, hogy betoborozzuk őket. Közben, ahogy kezd lemenni a nap, elő kellett, hogy vegyem a fákját, hogyha elrakom, akkor ez a ruha, amit kraftoltunk magunknak, ez nem elegendő szerintem ahhoz, hogy ne kezdjünk el fázni. Most elraktam a fákját egy kicsit, kíváncsi vagyok, hogy mennyi idő lesz, mire szól a karakterem, hogy hideg van. Mindenesetre napközben hóesés nélkül el voltam ebbe a ruhába. Igaz, hogy van képességem a hőmérséklet tűrésre is, mindjárt megnézem, hogy mennyi. Túlélésnél van talán. Egy pontot raktam az érzéketlenre, 2 Celsius fokkal jobban bírom a hőmérsékletet, viszont elkezdett fázni a karakterünk ismét, úgyhogy az esti órákban a fáklyával kell, hogy dolgozzunk most már. Legalább napközben nem kell használni fáklyát. Kőkitermelést befejeztük, szerintem ahogy néztem, az összes háznál megvan az elegendő mennyiségű kő, most már csak farönkre, illetve szalmára lesz szükségem, hogy befejezzük az építkezést. Ugye nálunk lévő felesleges nyersanyagokat berakom a kovács műhelyhez, utána pedig megyünk fát vágni. Megpróbálok fákat keresni még itt a domb tetején, mert ez a technika az eléggé bejött legutóbb, hogy itt a domboldalt legurítom a farönköket. Az a baj, hogy így haladunk bele a fakitermelésbe, így egyre távolabb esnek már a kivágható fák. Itt maradt egy csomó tuskó, ezeket kiássuk gyorsan, ezekből is kinyerünk egy-egy rönköt. Lassan pedig kaját is szerezni kell az inventorimba, mert eléggé lement az éjségem. Ha nem 28 rönk, nem gurítom le ezeket a domboldalt, mert lehet, hogy elég lesz ennyi mennyiség, mert úgy nagyjából a házaknak a felével, mint hogyha meglettem volna. Ugye a tető elemekre kell egy darab, illetve a falakhoz kell egy-egy. Úgyhogy 28-a lehet, hogy megvagyunk, de mindjárt megnézzük egyébként, hogy hogy állunk majd a végére. Ugyan eltört a fákján, kraftoljunk még egyet, nehogy megfagyjunk itt, és közben figyelnem kell az éjségemre is, hogy annyira beleélem magam az építkezésbe, hogy elfelejtek enni, aztán ilyen halok véletlen. Tehát kell mennünk még fát szerezni, mert pont nem leszünk meg, sajnos. Jó, hogy megyünk még egy ilyen kör, de a következő körre szerintem megleszünk. Még egy ilyen 30-as stacknyi fát összeszedünk, és akkor utána már csak szalma kell, és hát hogyha ezen a napon sikerül előkészíteni minden olyan épületet, ami ahhoz kell, hogy fogadjuk a falu lakóinkat, szerezzünk még fát. Jött 30 darab rönköt összeszedni, menjünk vissza, kalapáljuk be őket gyorsan, utána pedig keresünk valami kaját, mert horú fogunk járni. Szerintem eszek majd káposztát, az van még az élelmiszer raktárba. Húst azt el kellene készíteni, a komlót meg nem vagyok biztos, hogy meg tudjuk enni. Ha lehet enni komlót vagy magával és nem lesz tőle semmi bajom, akkor lehet azt fogom menni, mivel egyenlőre alkoholt nem fog tudni készíteni belőle, úgyhogy csak megromlana az élelmiszer raktáromba, eladni meg szerintem nem annyira jó pénzért tudom eladni. Úgyhogy kalapáljuk be a rönköket, utána keresünk valami harapnivalót. Mindig nem volt elég a rönk, nem baj, menjünk, keresünk valami harapnivalót, és ha már visszamegy, akkor hozok szalmát, elkezdjük felrakni a tetőket. Nézzük, komlót meg tudjuk enni? Nem, magában nem tudjuk megenni, akkor eszünk a káposztát. Káposztából belenyomjuk magunkat. Így, né. Tiszta, szuper egészségesek leszünk, ennyi káposztát betoltunk. És nézzük meg az anyagraktárunkat, van esetleg félrerakott szalma, kétlem, hogy lenne. Se szalma, se rönk, de legalább a nálam lévő botokat ki tudom rakni, és akkor annyival kevesebb súlyt fogunk cipelni. Menjünk le a folyópartra, és akkor szedjünk szalmát. Közben így számolgatok, hogy egy háznak 6 tetőeleme van, ami azt jelenti, hogy egy tetőre, ha jól emlékszem, akkor 8 szalma fog kelleni. Hogyha jól számolok, akkor körülbelül 48 vagy 50 nát fog kelleni egy házra. Azt, hogyha 7-szer beszorozzuk, akkor olyan 350 nádra lenne szükségünk. Illetve még fákja kovácsolásra, mert szerintem fázni fogunk, most eltört megint a fákjám. Illetve 350-re nem lesz szükségem, mert
Van olyan ház, amin a tetőt már majdnem elkészítettem, de egy ilyen 300 nálat azért lehet, hogy össze kellene szedni, ami elég ilyen combos szám. Mondjuk hamar megvan, most kezdtem el egy fél perce és már 50-nél járunk. Gyűjtsünk nálat és akkor utána menjünk. Készítsük el a tetőket, és még egy pár farönkkel és célegyenesben vagyunk a házakkal, utána már csak egy wirepacer fog kelleni. A nagy első nagy építkezési projektünk úgy néz ki, hogy a végéhez közeledik végre. Ezt követően pedig a falakók már elkezdenek nekem termelni, ha minden jól fog menni. Fát, kaját, illetve követ, és akkor legalább azzal nekem nem kell foglalkozni, és akkor onnan pedig haladunk majd szépen tovább. A játék elején ilyen nehezebb ilyen szempontból, hogy mindent magunknak kell megoldani. De ahogy jönnek be a falusiak, onnan egyre egyszerűbb lesz szerintem, és egyre nehezebb is természetesen, mert állandóan lesz valami nyűgjük, betelik az inventory, nincs elég szerszámuk, nincs elég kajájuk, tűzifájuk, ezeket kell majd korrigálni. Ahogy nézem, a szalma nem valami sok inventory helyet foglal, lehet még farönköt is tudunk mellé is szerezni, és akkor így egy stunggal meg tudunk oldani mindent tetőépítés terén. Nem sokára megvan a 300 darab, és itt egyébként lehet, hogy véget vetünk ennek a résznek, mert állandóan átnyúlok a következő napba, és most már hajnal 5 óra lesz. Szedjünk össze 300 nádat, és akkor ott lezárjuk a 10. napot. Megvan a 300 nád, még egy pár fát vágjunk ki. Itt vannak juharfák, ezek 4 rönköt adnak, hogyha minden jól megy, tehát hogyha kiássuk a törzsét, akkor ez azt jelenti, hogy 5 rönkkel leszünk gazdagabbak. Egy 20 rönköt még szedjünk össze, és akkor remélhetőleg az összes meglévő nyersanyaggal megyünk bele a 11. napba. Jó, megvan a 20 rönk, ezzel a 10. nap végére értünk. 5 óra 52 perc van. 11. napon felhúzzuk a maradék házat, ami még nincsen kész, és csinálunk majd egy wirefacert. Azt követően pedig megnézzük, hogy... Azt követően pedig megnézzük, hogy tudunk-e betaborozni falulakókat, még küldetéseket is kéne nekik csinálni, hogy legyen megfelelő mennyiségű dinasztia hírnevünk. Minden esetre köszönöm a megtekintést, a következő napon találkozunk. Sziasztok!